Ismét megrendezésre került a korábbi években nagy népszerűségnek örvendő őszi kikerics túra, amely szeptember 16-án délelőtt 10 órakor vette kezdetét a Szűcsi erdőben. A vezetett gyalogtúra során a résztvevők megismerkedhettek a Tóth János természetvédelmi terület élővilágával. Az útvonal az itt, ugye innen indulunk Kiskörösről, Rákóczi utca végéről, itt a földúton végig sétálva besétálunk a Szücsi erdőbe, ott a lápréteken, erdőkön keresztül egy körutat teszünk, és ugyanide fogunk visszaérkezni. Ennek az útvonalnak a hossza körülbelül 5 kilométer, amit kényelmesen egy 3 óra alatt lehet teljesíteni. A barangolás középpontjában az esemény névadója, az őszi kikerics állt, amely ebben az időszakban nyílik. Emellett számos más természeti érték is került a figyelem előterébe a túra során. Az érdeklődőknek bemutatásra kerülnek itt a égerláp, illetve kőris tölgy, ligeterdők, kaszálólétek, láprétek és ezeknek az élővilágai, amiket ilyenkor ősszel meg lehet mutatni. Sárkány József elmondta, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park által megrendezett túrára idén is sokan jelentkeztek. Az évente megrendezett őszi kikerics túra idén kapcsolódott a Petőfi 200 emlékév programsorozatához.